Ahogy megszokható volt, tavaly meg tavaly előtt is beszámoltunk a fűtésünkről, mégpedig azért, mert annak idején, amikor mi idejöttünk, nem nagyon láttunk olyan részletesen beszélni arról embereket, kezdő, fával fűtő embereknek olyan véleményeket elmondani, ami nagyon hasznos és nagyon hatékony ahhoz, hogy gazdaságosan, olcsóbban és tényleg jól fűtsél, ahhoz, hogy ne fogyjon se sok fa, meg pénz se a zsebedből. Ezért most pár lépésben elmondjuk, hogy mi idén mi az, amit teszünk ezért, mert tavaly az volt, hogy tölgy tűzifát használtunk. Csak tölgy volt. Tavaly volt briket? Hát Hé, tavaly, hogyne. ja tavasszal volt, igen, tavasszal volt egy pár briket, akkor megismerkedtünk a brikettel. Az Nem, tavaly hát volt, vagy akkor tavaly? már az a nagy sok volt rendelve. Ja, tényleg, igen, akkor az a másik volt. Tavaly előtt volt szerintem, hogy próbál, vagy illetve hát nem amióta ide jöttünk, talán az első évben nem volt brikett. Igen, jó pár videó készült annak idején a brikettekről, végigmentünk az összes brikett típuson, és most úgy alakult, hogy most ki tudunk próbálni fából is egy másikat. Részben tudatos, meg részben véletlen jött össze, mivel hogy már valamikor nyáron elkezdtük már kérdezősködni a környéken, megpróbáltunk új helyről beszerezni fát, hogy hát ha esetleg jobb áron, vagy jobb fát tudunk beszerelni magunknak, mint ami tavaly volt. Ma tölgyfával semmi baj nincs, csak ami volt tölgyfa, abból elég sok, hát sok, az túlzás, de volt benne olyan, amiben volt élet, nem kevés. És pont ugyanúgy, ahogy itt ültünk egyszer, és hallani lehetett a háttérben, állandóan rágcsálták a fát a farontok is, cincérek. Jól mondtam, Hát cincér? valami Valami állat. számunkra nem kedves állat. Illetve a tölgyfa az kemény fa, az tény, viszont nagyon vastag kérge van neki, és ezáltal oda elég sok ilyen állat be tud költözni, illetve a tüzelésnél az nem annyira hatékony, mint maga a fa. Ezért idén megpróbáltunk valami mást találni, és annyira szerencsések voltunk, hogy valamikor nyáron attól a tüzépte onnan szoktunk rendelni, nem tölgy tűzifája volt, hanem bükk volt várható, hogy érkezik, csak heteket késett, nem? Az volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e, aztán nem volt. Nem tudom, mert sok kereskedőt kérdeztünk, Igen, hogy igen, próbáltunk újat. Ja. nem az újjal kapcsolatban, hanem sok kereskedőt kérdeztünk meg, hogy van-e fájuk. És Ja, és nem volt. alapból a tölgyet akartuk, nem? Igen, igen, eleinte. És mivel a végül is aki mellett döntöttünk, őtőlük már rendeltünk, és nagyon szép volt a kalódás tűzifájuk, tehát ez a, nem ez a behány tömlesztett hálós vacak, amit ráadásul beborít, hanem ez a beemeli a kapudon belülre, szépen, rendezetten kalodában. Ez nagyon tetszett nekünk, de az akkor tölgy volt, jól mondom? Igen, Ugye az volt? Akkor tölgy volt, és nem volt kalódás. Aztán végül is, mivel hogy úgy volt, hogy akkor már nincs kalódás, utána néztünk, nem volt meglepetés, bükkfa van a hátunk mögött, ami látható tulajdonképpen az bükkfa, és végül bükkfát kapta kalodába, úgyhogy csak és kizárólag bükkfát rendeltünk még valamikor nyáron, ilyen kalódás verzióba, ami pont a gyíkos videóban látszik, hogy ott már elkezdtük lepakolni, és pár lépésben, hogy mi mit tettünk azért, hogy tök jó legyen. Hú, de meleg van ahhoz képest, hogy szeptember közepe van, nem? Hát mert pont itt van brutális. Tűz a nap, azért Igen. is hunyorgunk. Közben, hogyha a zöldgyíkot véletlenül látod, akkor szóljál, mert ő előfordulhat, hogy ide átköltözött, mert azóta se láttuk. Igen. Na és a bükk tűzifával kapcsolatosan, meg úgy általában a tűzifával kapcsolatosan van pár lépés, amit mi nagyon megtanultunk az elmúlt évek alatt a fatüzelésnél, amit ha megteszel, akkor jóval kevesebb fa is fogy, hatékonyabban tudsz vele fűteni, és ráadásul még a pénzed is kevesebb fogy, mert kevesebb fa fogy el, tehát még az is lehet, hogy még marad jövőre. És az egyik lépés az az, hogy időben rendelni, hát azt sikerült, majdhogy nem, valamikor nyáron megrendeltük, ilyen kalódás verzióba. Egy pillanat, igen, hogy ez nekünk nem a szenvedélyünk, ez a tűzifa téma, hanem tényleg nekünk is nagyon-nagyon fontos kérdések voltak ezek annó, amikor vidékre költöztünk, és nem találtunk megfelelő válaszokat a kérdéseinkre. És sokszor butának tűnő kérdések ezek, és azért gondolunk most megint beszélni róla. Lehet, hogy van, amit már mondtunk is akár, de azért gondoltuk, hogy megint beszélünk róla, mert azt hiszem, hogy erről nem lehet eleget beszélni. Igen, és tehát kezdőknek nagyon sok kérdése van,
sokszor butáska kérdései, mint ahogy nekünk is voltak, és még vannak is egyébként a mai napig, és most ezt akarjuk megint és újra boncolgatni. Igen, ráadásul ezt régen az emberek egymásnak átadták, amikor vidéken éltek, és nem városba, viszont most fordult a kocka, most a városból költöznek is gyakran az emberek vidékre, és akkor néznek magukból kifele, hogy esetleg miért kapcsol be a termosztát. Vagy igen, miért fogy annyi tűzifa, vagy miért füstöl annyira, vagy miért lesz olyan kormos, vagy miért lakodik le annyira, befullad, meg minden. És tulajdonképpen az ember laikus azt gondolná, hogy gyerekkorában a tábortűzre bedobálod a fákat, és akkor az tök jó ég. Igen, ott jó a vizes tűzifa, meg ott el is ég, de az egy óra, két óra, megsütöd, amit kell, aztán annyi. De otthon viszont az a cél, hogy a fát nem csak eltűzeld és látványos legyen, hanem hogy az hatékonyan hőt is adjon le az adott kályhába, vagy cserépkályhába. Mindezt úgy, hogy még ráadásul nem is kormolódik szét a kémény, ezáltal nem kell felújítani mondjuk 5 év múlva, csak 15 év múlva, meg stb. Na de visszakanyarodva a fára, mert azt lehetne végtelenig mondani. Hallottad? Valami madár? Igen, voltam. Szerintem itt a csatornában van valami állatkamera, már egyszer ezt hallottam itt a Oda szélén. Szoktak a madarak bemenni, kis és így fürödni fióka. Szerintem, vagy valami ilyen. Nem fióka, de igen. Na és a fa tulajdonképpen, amit most rendeltünk bükfa, az pár lépésben tökre ki lehet szárítani. Az első, amit mondtam, az, hogy időben megrendelni nyáron, de hát ez most már, hogyha esetleg nincs neked, akkor ez még mindig nem késő, mert még mindig nagyon sok a napos idő ahhoz képest. Ez a szárazság miatt, hogy száraz Igen. legyen a fa, mert akkor jó a tűzifa, ha száraz. És elvileg, amikor mi rendeltük, akkor száraz tűzifát kaptunk, mert már alapból látszott rajta, szerintem látszik, hogy ilyen repedezett, de nem volt ennyire repedezett. De hogy ezt még tovább tudjuk szárítani, ezért a legnaposabb helyen egy sorba kiterítettük. Igen, a kettes pont, akkor így mondhatjuk, az a tárolás. És most azért is ültünk ide elé, hogy lehessen látni, hogy régen, amikor az ilyen parasztházaknál, vagy az ilyen nagyon régebbi időkben is, filmekben is lehet látni, hogy ki vannak pakolva ezek a farakások, azok nem véletlenül vannak oda pakolva. Igen, a ház legnaposabb oldalán, tehát a legszelesebb, és ahol a legtöbbet süt a nap, azon az oldalon, tulajdonképpen ezen az oldalon megy le, nyugszik le a nap, és déltől egészen, amíg le nem megy a nap, folyamatosan éri a nap. De viszont nincsen letakarva, csak az eresz alatt van a fal mellett, ezért ez csak a második lépés ahhoz, hogy száraz legyen, mert miután itt még heteket száradt, amúgy szép lassan pakoltuk ki a kalódából, nem kapkodtuk el, ott is ilyen apránként szedegettük le, pont ahogy a gyík is bekerült, és látni lehetett a videóban, hogy az miatt is abba hagytuk, hogy átköltözött, átmenjen a másik lakásba, az nem egy nap alatt zajlott le, aztán utána szépen bontottuk tovább. És miután az összes itt ki van pakolva, ez volt a második lépés, hogy száradjon a legnaposabb helyen, viszont nem hagyjuk itt, hanem a harmadik lépés, egyben a végleges lesz az, hogy vannak olyan darabok, mint például akár ez is, vagy bármelyik nagyobb darab, ami a mi kályhánkba nem fér be. Éppen ezért a harmadik helyre, a végleges helyre, mielőtt bekerül a kályhához, az pedig a fedett hely, egy fedett kis fatárolónk van, ahová már méretre vágra hasogatjuk majd a bükkfát. Ez úgy zajlik, hogy amikor oda átvisszük, ugye ezt annak érdekében, hogy legyen egy kis ideje a fának még ott tovább száradni tető alatt, tehát még továbbiakat teszünk meg azért, hogy száraz lehessen, tehát itt ugye még az eső érheti, hogy már az se érhesse, de amikor mi oda bepakoljuk, előtte már felhasogatjuk. Tehát kályha oda már kész, a kályha méretre. Kész. Méretű fa kerül be. Ez egy picike hely, tehát ahol nagyon sok fa nem fér el, de hát most, hogyha azt veszük innen egy mennyit, hogy lehet ezt belőni méretbe, vagy darabra? Hát egy minimum egy heti adagot be Igen. tudunk úgy pakolni, vagy még többet is, kettőt is akár szerintem, és az idő alatt, hogyha az eső esetleg, amúgy annyira nem ázik meg az esőtől, csak a nagyon szél lesz, és idever az eső, mert az eresz azért nem, persze, valamennyire csak megint védi. A laikus szemmel, Igen. tudod. Tehát, hogy de ott aztán végképp nem ázik meg, és ott mivel már kályhakész méretre lesz hasogatva, ott már nincs az, hogy kint a hidegbe megfajtsz, és akkor esetleg amúgy is fogunk a hidegbe is hasogatni, mert az amúgy tök jó. Tehát kijössz, bent fázol esetleg reggel, amikor kijössz, és amíg bemelegszik a ház, addig felhasogatsz egy-két darab fát, és akkor már nem fogsz fázni. Ez nem tök jó, hogy ilyen van, az a tök jó a megoldás rá, hogy bemelegedsz, igen, van alkalmat bemelegedni hirtelen a falhasogatástól. És ez volt a harmadik lépés, hogy fedett helyre kerül,
méretre hasogatva. Célszerű méretre hasogatva, hogy oda kerüljön, mert fölösleges még egyszer hozzányúlni és még egyszer pakolászni. A másik, ami viszont itt kimaradt, hogy mondtam, hogy az egy kicsi hely a tető alatt, a kis tető alatt, tehát az, hogy azt úgy belőjük, hogy körülbelül, azt nem tudom most így megmondani, hogy oda mennyi fér be, de hogy mondtad, hogy egy heti körülbelül, az érdemes, mert akkor egy hétig nem kell hozzányúlni, csak mindig behordani, és akkor így hetente egyszer vágsz, hasogatsz fát. Az, hogy mennyi? Hát mondjuk, hogyha a brikettet vesszük, akkor egy csomag 10 kiló, és nekünk egy kiló, egy csomag brikett volt elég egy napra. Körülbelül így átlagban. Amikor olyan nagyon hideg volt, most például... Nagyon hidegben, igen. Nem az átlagban? Nem átlag, mondani? Hát most például, vagy most ilyen 4-5 fokok voltak éjszaka, emlékszel egy hétig, akkor így begyújtottunk egyszer, elfogyott kb. 3 darab brikett, és elég is volt. Tehát de az most még már... sok is volt ez szerintem. Igen, kicsit, igen. Szóval, de ahhoz nappal már van ilyen 20 fok még, de éjszaka leült ilyen 4-5 fokra, szóval ez nagyon, nagyon változó attól igen, függ. Igen, ezt nagyon nehéz belőni, de azért mondom, hogy körülbelül egy csomaggal, hogyha számolsz egy napra, igen, nem, akkor tartós tél azt van. Be tudod lőni, ja. Hogy mondjuk hány darab, hány csomag kell mondjuk egy hónapra. És ezzel szemben a fákból egy ilyen nagyobb méretű vödör, vagy egy ilyen hagyományos vödör, vagy hogy mondjam, ilyen felmosó vödör méretű. Tehát magát a vödröt megtöltjük egy pár darab fával, most az nem tudom abban mennyi fér bele, ilyen hasábbal, és az szokott elmenni egy-két vödör, ha jól emlékszem. Igen, hát amikor nagyon hideg van, akkor egy a max. 2 vödör, de amikor olyan normális még tél van, nincsen mínusz nappal is, akkor egy olyan jó vödörrel, illetve még éjszakára esetleg még egy ilyen nagyobb darabot beszoktunk rakni, aztán annyi. De hogyha vödörbe kell meghatározni, akkor olyan 2 a max, nem? Igen, így kb. Körülbelül, de ugye kell a gyújtós mellé, és a többi. Ezt csak azért mondom, mert ez is szerintem egy olyan kérdés, amire senki nem válaszol, és pont azért nem válaszolnak egyébként, mert ficánkolott az a kis aha. Állatka, titokzatos. Szóval azért nem válaszolnak egyébként, mert amit mindig mondunk, hogy nem mindegy, hogy milyen házba laksz, milyen kályhád van, milyen szellőztetésed van, magának a kályhának milyen a szellőzése. Szóval nagyon sok mindentől függ az, hogy neked mi a jó, szemben a másikkal, akitől a tanácsot kéred. És viszont a legfontosabb, amit tudsz tenni, az, hogy száraz fával fűtesz. Amiről most beszélünk igen. Tulajdonképpen, hogy tényleg ki van száradva az a fa, mert az nagyon-nagyon sokat számolt. Hát mi az első évben annyira megszívtuk, hogy nem időbe és vizes fát kaptunk annak ellenére, hogy szárazat rendeltünk mi, hogy akkor azt hittük, hogy úristen, most mi lesz itt, meg hogyan lehet ezzel rendesen fűteni fával, meg hasonló. Szóval nagyon-nagyon sokat számít, és ezért beszélünk ennyit, még ha esetleg valakinek új dolog, még lehet adnak is új, aki még fával tüzel, akár egy-két dolog, amit mondunk, és ez szerintem tök jó. Ez se alaptanul mondjuk egyébként, mert volt, hogy megállítottak az utcán most már itt a faluba. És ja, az a brikettel kapcsolatosan, igen. Hát a tűzifáról briket. Is beszéltünk, nem igen, csak meg a tűzifa is, hogy milyen tűzifát. Na és hogy volt? Ez volt a harmadik, hogy a fedett helyre beraktuk, ugye? Jól emlékszem? Igen, a harmadik volt az, igen. Hogy fedett helyre beraktuk, és akkor a negyedik, még mindig nem az, hogy bevisszük és berakjuk a kályhába, ez igazából tavaly jöttünk rá, ami tök jó volt, ha jól emlékszem. Amit a tölgyet csináltunk, hogy előző nap már bekészítettük a kályha közelébe, nem véletlen vannak úgy kialakítva a kályhák, kandalok, stb., hogy van ilyen tárolós fal körülötte. Ez az íves teteje például, és a kályha közötti rész, az például és igen, és pakolva. Alá be van pakolva. Az azért, mert hogyha előző nap a másnap, tehát azaz mondjuk este beviszed és tüzelsz, és másnap használod fel a minimum, ami bent van, azért esetleg nincs nagyon sok helyed, mint nekünk a házban, hogy bevigyed a fát a kályha köré, akkor minimum egy fél napot vagy egy napot, ha van bent, az már nagyon sokat számít, még pluszban még az is, mielőtt bekerül a kályhába. Igen, mert a hő, a közvetlen hő nem ugye magába a kályhába benne a tűztérbe, hanem előtte, mellette, fölötte, tehát annak a közelébe, az ugyanúgy még tovább szárítja. Tehát tulajdonképpen ez egy folyamat, míg eljutsz a fűtésig magáig. Igen. Porciózod a tűzifát, egyre kevesebb és kevesebb adagokra, és a legutolsó fázis a legkevesebb, az a pár darab, amit épp aznap kívánsz eltüzelni, jól mondom, így aznap, van, már nem van. Szoktunk hát többet. Aznap olyan sokat nem szoktunk, amúgy sem pakoljunk be a fába annyit, fába, a házba annyi fát, igen. Egyébként mondtad pont, hogy ha sok helyed van, sem feltétlenül szeretnéd azt oda bepakolni, mert szerintem látod, hogy miért. Tehát ezek koszos dolgok, akármilyen szép fát rendelsz, mindig van, hogy van közte ilyen. Ez most egy ahhoz képest nagyon szép adag,
van elég sok ilyen közötte, de volt nekünk ettől sokkal, de sokkal cifrább is, amit kihoztak, és szemrebbenés nélkül átadtak. Nyilván nem a futár, vagy a nem futár, hanem szállító az, aki a hibás ebben, de hát mondjuk az is kérdés, hogy a maga a kereskedő mennyire tudja ezt ellenőrizni, főleg az ilyen fóliás megoldásokban, amikor bepálik oda az egész, oda önmagában, igen. Nem? Tehát, és akkor még egy eső esetleg éri, vagy valami. Szóval nekünk voltak cifrább dolgaink, és ezeket meg is mutattuk, már volt róla felvétel. Ha száraz fáról van szó, hiába néz így ki, ez egy száraz dolog, tehát ezt eltüzeled. De nem hordod be a házba. Tehát én nem gondolom, hogy ez aggasztó. Ráadásul ez csak egy-két darab, amennyire ilyen kifehéredés kiült rajta, amit most pont itt látni lehet a háttérbe. De amúgy a szárazságra visszatérve, az nagyon látszott, amikor ide kipakoltuk, ahhoz képest, hogy tényleg száraz fa lett rendelve, hogy a maga a hasított fák külön egyes darabjában nagyon sok repedés megjelenik rajta, és teljesen másképp néz ki a színe is, más lesz a fának, amikor napra ki van pakolva, mert amikor rakosgattuk ki nem egy nap egyszer az egészet, eltelt akár egy hét is, vagy még több is, a egymás a pakolás, nem emlékszem, milyen sötét volt, milyen más volt az, amikor ide raktuk, és hogy mennyire egységes, kifakult tulajdonképpen a fa, ahogy elkezdett kiszárni, meg szép terepedezni, és akkor elértünk a végéhez, az ötödik pont már az a KH-ba bepakolás, mert negyedik volt a beviszed a házba egy nappal előtte, és az ötödik a KH-ba bepakolás, ami viszont megint sok tapasztalat kell ahhoz, hogy a saját KH-ban megfelelő mennyiséget bepakolj, megfelelő idő, méretű és megfelelő időben, de erről majd szerintem külön beszélünk, illetve már volt is korábban erről beszélés, leginkább a briketnél, hogy mennyi darab van fánál, annyira nem, illetve majd elmondjuk a tapasztalatainkat a bükkfával kapcsolatosan, mert kizárólag bükkfával fogunk most fűteni, illetve bükkbrikettel, amit bemutattunk, ugye, hogy az is ja, van. Az is pont bükk. Amúgy. Az is bükk, hát onnan jött, hogy a bükk esetleg jó. A ja. Másik meg, hogy amúgy is a bükknek egy nagyon jó illata van, mint füstje is ráadásul, meg azzal szokták a kajákat is füstölni, tehát az miatt füstölt is. Sajt. Igen, bükkfával füstölt sajt például. Az illata is nagyon jó, amikor ég. Hát meg, hogy mennyire hatékonyabb, mint a tölgy, az majd idén ki fog derülni, viszont amiért ez a pár lépés esetleg ez ilyen hülyeségnek tűnhet, mert hogyha van olyan ember, akinek van olyan, hogy nagyon sok helye van, és egyszerre be lehet pakolni minden fát, és majd ott kiszárad, hát hogyha minimum egy éve előtte meg tudod rendelni, és be van oda az pakolva, és nincsen az, hogy már abba az évben használod, akkor az a verzió is jó, és nem ázik el, az a legjobb. Viszont nekünk ez a... Mennyit fészkelődik ott? Nem a Balázs van ott? Nem, annak nincsen hangja. Szita költő most ment el. Madár lesz, majd szerintem megnézzük, amikor majd befejezzük, idehozzuk a létrát és megnézzük. Szóval a másik meg, hogy amit akartam mondani még, hogy azért is jó ez a sok verziós pakolás, mert amikor a kalodába is volt és idehoztuk, annak ellenére, hogy bükk és ennek jóval vékonyabb a kérge, az, ami nagyon más a tölgyfához, mégis előfordult egy-két fába, ahol volt élővilág, amit ráadásul a gyíkod, a kedvenc zöld gyíkod, azt megette, elfogyasztotta. Tehát hát nem véle... nem láttuk. De, azt megette azt a cincért, amikor ilyen. Végül is ott lett. Ott egyszerűen az volt. Az poloska volt. Vagy poloska volt? Hát most én annak nem tudom, hogy mi a neve, de ilyen büdös szaga akkor, volt, akkor mint a poloskának, és ez a barna poloska. Az, de akkor az a hosszúkás. Akkor te nem voltál ott, amikor én találtam egy cincért, az a hosszú ilyen szarva van neki. Fekete? Fekete, igen, hosszú szarva van, és a fából jött ki, ugyanúgy a kéreg alatt volt, és azt is odaadtam neki, és megette. És hogy adtad oda? Hát lecsaptam egy kicsit, és utána de oda... De a fakanálla? Nem, a kézzel oda volt rakva neki, és úgy... Ja, hogy nem a kezemből. Nem a kezemből. Szépen vagyunk. Ez akkor reggel te. Volt, amikor észrevettem, hogy ráadásul pakoltam el. Na és amit akartam mondani, hogy amikor ez a pakolás zajlik, tehát a kalódába is szárad hetekig, és pakoltad lefele, ha van esetleg farontó a fában, akkor ahogy átpakolod lépésről lépésre új helyekre, ott ahogy szárad le a naptól, lejön a kéreg. És legtöbbször a kéreg alatt van, és egyúttal ettől is meg tudod tisztítani a fát, már csak ezért is jó, ezt akartam mondani. Viszont van olyan tűzifa, ha jól emlékszem, mi még olyat soha nem vettünk, mert az drágább nyilván, ami megvan eleve, kéregtelenítve. El van távolítva a kéreg róla. Na ez valószínűleg ezért van, mert hogy az már annyira leszárad, hogy le van szedve, vagy géppel oldják meg.
De szerintem Meg az... bedarálják, gondolom, felhasználják Igen. ugyanúgy. Hát de Viketnek akár, vagy... ez szerintem már olyan, akinek ilyen kandalóba tudod, vagy beviszik ilyen nagy áruházakba, ilyen zsákokba, darabba árulják, tehát az már tényleg ilyen nagyon tiszta fa. Mert mondjuk, ha van egy lakásod és kandaló van benne, akkor vihetsz még fát be, és akkor ne legyen olyan, hogy ilyen dzsuvás, meg esetleg állat van benne. Szóval van az a verzió is, de így, amire eljut a harmadik, negyedik lépéshez, a tető alá is darabolva, addigra tudja, hogy nem lesz benne farontó a fába, legalábbis a nagy valószínűséggel észrevesszük. Erre most azért ért ki, mert faházban lakunk, tehát az ember, és ugye olvasgatunk, és akkor mindenféle rémhíreket olvas az ember, amellett, hogy esetleg bennünk is vannak félelmek emiatt. És ez ettől nem kell félni, mert nem alaptalan, tehát nem nincs mitől félni igazából, mert tényleg mire a házba kerül a történet, azóta semmi olyan nincsen, nagyon, hogy esetleg nagyon máshová, máshová jut el az a fába élő. Minimális az esélye, tehát azt nem mondhatjuk, hogy soha nem volt olyan, hogy nem volt benne a fába, de hát ugye innen ered a fába szorult féreg, ami Igen. viszont bekerül a kájába szegény, ott már nincs mit tenni. Na de viszont a sok lépésnek köszönhetően, meg hogy fel van darabolva, és úgy kerül be a fa a fedett helyre, meg innen el, meg ennek a lépéseknek köszönhetően, ha esetleg jövőre marad, nincsen az, hogy olyan fa marad meg jövőre, ami mire eljutunk arra, hogy majd megint elkezdjük tüzelni, kb. Felét felzabálja a nagyon nagy kupacba a fának a farontója, mert amúgy nagyon képes nagyon sokat megzabálni belőle, szétporlasztani, vagy minimum így szétlyukasztani, és akkor az így jobban elég, vagy elillan a tűzbe. Ennek volt egy úgy mondhatni illusztrációra, ja, amit most Tomasz mondott, vagy már volt, vagy lesz egy videó, amiben a lóhangyákról lesz szó, és ott lehet látni, hogy mennyire ezek a pici állatok mennyire nagy kárt tudnak a fában okozni. Akár például, bár az viszont kemény fáról beszélünk, az meg lehet, hogy csak puha fát szereti. Ennek ebben az esetben mondjuk nincs jelentősége, mert lehet, hogy a kemény fába is beköltöznek, de az tényleg jól illusztrálja, hogy mennyire szét tudják rontani a fát, csökkenteni a hő hatását az egész fának meg egybe. Meg a ház élettartamát. Ha a házba megy, akkor meg főleg. Na hát tulajdonképpen akkor ez az öt lépés az, amit mi megteszünk azért, hogy tényleg a lehető leghatékonyabban, és nem csak hatékonyan, hanem ráadásul így kiméljük is a kéményt. Amiről már korábban beszéltünk szintén, hogy így nem füstölöd szét, nem kormolodik, sokkal jobban egyből ég, felmelegszik a kályha, ezáltal jobban elég a fa benne, nem pedig az, hogy halom füstbe csak ott próbálkozik lángokat magából kioltani. Ugye szóval... az nem is túl környezetbarát, amikor a vizes fát égeted. Na hát az nem másik. Is sokat ér, tehát csak nyögi. És amit én még nem akarom, hogy elfelejtsünk, hogy ugye említettük ezt a koszosságát a fának, meg hogy mennyire lehet ezt házba behurcolni. Hogyha például mi az elmúlt, most már több év tapasztalatából mondhatjuk azt, hogy többek között azért is vesszük a briket. Mi úgy volt, hogy átállunk a briketre egyébként, mert hogy tisztább, meg lehet jól tárolni, meg erről is beszéltünk, sok oka van ennek. Korábbi videóban ezeket megtalálod, hogy pontosan mik ezek. Ezen túlmenően ennyi év távlatából úgy gondolkodunk, hogy nem váltunk át a briketre, hanem is. És ennek az az oka, mert egyrészt ez itt nagyon gyönyörűen ki tud száradni, másrészt olcsóbb is a tűzifa, mint a briket, de ugye ezek változó dolgok. Attól függ, hogy figyelni. Tudod megvenni. Mert például, hogyha akciósan vesszük meg a brikettet, ahogy idén volt, akkor azt már tudtuk olcsóbban esetleg venni. Igen, hát ez de nagyon, ezeket nagyon nehéz, figyelni kell. Nagyon tehát, hogyha nehéz, fontos, tehát, hogyha spórolni akarsz ezeken a dolgokon, akkor ezt érdemes figyelni időben, nem télen, nem a fűtés szezon elején, hanem még nyár közepén akár. Mert akkor is vannak nagyon jó akciók. Na, de én azt akartam ezzel mondani, hogy így felesbe, vagy legalábbis vegyesen tűzifa, illetve briket, ami azért jó, mert amikor a télnek a legkeményebb része van, akkor célszerű a házba bevinni a brikettet, azt lehet ott tárolni, az egy tisztább dolog, és akkor nem is kell kimozdulni, mert nem szó szerint kimozdulni nem kell a házból, hanem a fűtés miatt nem kell kimenni a hidegbe, a mínusz 20 fokokba esetleg a tűzifáért, hanem akkor ott benne a házba tárolt brikettet lehet használni, és amikor egy kicsit enyhébb az idő, akkor célszerű a tűzifát a kertből, vagy a, hát ahol tárolod onnan behozani vagy a házba. Igen, vagy pedig most pont ahogy van, ugyanúgy fordítva is működik, ahogy mondtad, mert most például nincs olyan nagyon hideg, egy-két brikettel be lehet úgy fűteni, hogy éppen elég,
talán az úgy jobban is szabályozható. Tehát nagyon sok verzió van, ezt tényleg ki kell tapasztalni a KH-t, meg a magát azt, hogy a ház mennyire gyorsan tud felmelegedni. De egy biztos az, hogy száraz, az nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. És ezért akartuk ezt az öt pontból mondani. Nem, az a legfontosabb a tűzifánál, én szerintem ezt ki lehet mondani. Igen, a legfontosabb. Tehát az, hogy most akászbük, vagy ki mit szeret, meg ki mit hiszel, meg ki mit olvas, ki mit árul, igen. Ezen mindenen felül van az, hogy száraz legyen az a bizonyos tűzifa. Száraz és tiszta, állattól tiszta, hogyha esetleg több évig ott marad és nincsen használva. Mert akkor az úgy fogy el szépen lassan. Ha igen, hát az a több éves tárolásnak nem sok értelme van felhalmozni. Mert az is... Erre ott a briket, ugyanúgy. Ja, áthidalóba, így van, így van. Hát idén a kettőt együtt fogjuk használni. Van bükk brikettünk, meg a bükk fánk, és a kettő hatékonyságáról meg majd a folyamatában majd beszélünk, hogy melyik vál be. Aztán lehet, hogy idén a brikett annyira tök jól működik, mert elég nagy mennyiségben van most, hogy sikerül azt kitapasztalni, hogy azzal hogyan tudjunk hatékonyabban, mint esetleg a fával. Vagy fordítva. Egy biztos, most nem lesz különbség. Nincs az, hogy bükk briket, meg tölgy fa, hanem mind a kettő bükk-bükk. Igen. Na, szóval száradjon az a fa, mielőtt a KH-ba kerül, mert akkor lesz igazán hatékony, és megéri úgy, ahogy kell azt ténylegesen használni. Na, és most pedig megyünk, és kirándulunk egyet a bükkbe. Igen.